Több évtizede a pályán Szőke Sándor Citer, a művész, aki már itt is van velünk a stúdióban. Jó estét kívánok, jó estét, Sándor! Kívánok, estét kívánok. Mikor került először kapcsolatba a Citerával? 1975-ben. Hogyan kezdődött ez? Igazából engem érdekel, mert ez egy furcsa hangszer, mert mint egy számomra furcsa hangszer. Tehát hogy működik, milyen elvekkel kell ott mozgatni? Hát megtalálható ebbe Vájú Citera régebbről, azok még kevés húrók rajta. Ez egy egyedi típus, lehet, hogy talán egy darab van az országon belőle, és saját készítés, nem akarok igazán dicsekedni ezzel, de saját készítésű a hangszer. Elég szép. És elég sok darabot gyártottam a 37 év folyamán. Miért szerette meg ezt a hangszert? Vagy ki kedveltette meg ezt a hangszert? Hogy hol látta? Én valamikor gyerekkoromban elkezdtem úgy, hogy nagyapámmal szórakoztunk és bányászdrótot húztunk ki, ezt a színes bányászdrótot, és lehúztuk róla a műanyagot, és akkor mint a hegedű láb tettünk alá, és kifeszítettük, és azt mondja rá, hogy na valamikor így citeráztak. Na valahol itt indult el a vezérhangja. Hogyha jók az információim, akkor Kisnánán, ugye Kisnánára jött hozzánk Sándor, szokott elég gyakran a helyi lakosokkal együtt zenélni, vagy ilyen előadásokat tartani nekik. Igen, Kisnánán van egy népdalkör is, aki hagyományőrző, szlovák hagyományokat ápolják, illetve a helyi hagyományokat is, de még ezen kívül kijebb lépünk a helyi dialektusból, például békési népdalokat, tolnamegyei népdalcsokrot, amit holnap fogunk éppen előadni egy másik műsor kapcsán. Aztán mindenfelé megyünk, amerre csak hívnak bennünket. Magyarországon egyébként mennyien játszanak citerán, vagy mennyire elterjedt ez a hangszer, ez a népi hangszer? Vagy itt, vagy akár csak itt a környéken? A környékben sajnos kobottá válik, hogy picit idézőjelben mondjam. Még Horton tudok egy citerazenekart, akiket én kezdtem el tanítani ezelőtt vagy 25 évvel, illetve Gyöngyös Solymoson is kezdtem tanítani őket, nagyon szépen játszottak, de sajnos felbomlott iskolával mentek tovább, és ennek kapcsán sajnos felbomlott a zenekar, de biztos vagyok benne, hogy egy csettintés és újra együtt tudnánk játszani. Vannak olyan fiatalok most így 2012-ben, akik nagyon érdeklődnek az ilyen népi hangszerek iránt? Hogyan látja? Szerintem lennének. Biztos vagyok benne, hogy ez a műsor is hozzásegít ahhoz, hogy kedvet kapjanak a citerázáshoz, és én bármikor bárkinek a rendelkezésére állok, hogyha megkeres, vagy e-mailbe, vagy telefonon, és akkor nagyon szívesen csoportoknak, népdalköröknek nagyon szívesen segítek bármikor. De egyébként szokott tanítani, ugye? Igen, igen. Milyen gyakran, hogy hány tanítványa van most? Most jelen pillanatban még Budapestről is járnak le. Azt így. És két hetente, vagy három hetente, ahogy éppen időt tudunk egyeztetni. Hogy néz ki egy ilyen tanóra önnél? Elég kemény, mert két óra hosszát vesz igénybe. Először is azzal indítunk, hogy kezdőnél, hogy a hangszer hangolása. Ez a legfontosabb az egészben. Ugye, hogy hangszer hamisan szól, ugye 16 húr van az én hangszeremen is, hogyha az hamisan szólnak, akkor vége az egésznek. A bukott a mutatvány, az öröki hamis lesz. És akkor, hogyha például van 5 hangszer egy zenekarban, akkor az 5 hangszert azt össze kell tudni hangolni. Ekközül megtalálható a prim tenor és a basszus. Ezt a háromat össze kell tudni hangolni. Mennyire könnyű vagy nehéz megtanulni egyébként citerázni? Szerintem... Mennyi idő alatt sajátíthatja el, nem tudom, aki szeretne megtanulni? Mondjuk, hogyha jelentkezik önhöz egy 10 vagy 12 éves fiatal, akkor neki ezt könnyű megtanulni, vagy azért még többet kell gyakorolni, tehát mondjuk nem 2 órát, hanem napi 3-at vagy 4-et. Vagy aki nem menjünk messzire, mi? Akár. Bármikor. De kezdőszinten meg lehet tanulni szerintem egyetlen nap alatt egy népdalt. A klasszikusok azok már mások, de meg a több szólamú dolgok azok teljesen más világ, de egyetlen népdalt, például megyen már a hajnalcsillag lefelé, vagy bármilyen kis könnyű népdalocskát meg lehet tanulni, főleg aki egy picikét is esetleg zenét tanult,
zongorár például, mert tulajdonképpen itt is ugyanaz. A fekete billentyű van belőli, a fehér billentyű van kívülli. Itt a húroknál ugyanaz a helyzet. Tehát nem lehet eltéveszteni. Aki tehát szeretne megtanulni citerán játszani, az keressen fel bennünket, és megadjuk Sándor elérhetőségét a recepción keresztül. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk!